Az Újra dolgozni Tolnában egyesület már több mint 15 éve működik a megyében. A 2000-es évek elején egy angliai modell mintájára indultak el Magyarországon is ezek a teljesen ingyenesen igénybe vehető programok. Egyéni tanácsadás az, ami elsősorban a munkamódszerünk, illetve ezen belül, vagy ezen túl csoportos foglalkozásokat, tréningeket, életmódklubokat is szervezünk az ügyfeleknek. Egyrészt a kapcsolatépítés gyakorlása szempontjából, illetve információszerzés miatt is. A legfrissebb projekt, amiben így én vagyok érintett, most kezdtük el január 1-ével. Ez elsősorban környezettudatos szemléletformálásról szól. Kapcsolódik szorosan az egyesületi munkához, de nem kifejezetten itt ebben a programban nem az álláskeresőket célozzuk meg, hanem Tolna lakosságát. Tehát ez kifejezetten helyileg tolnai program. Így értjük most a Tolnában, tehát valóban Tolná. Én úgy gondolom, hogy a szemléletformálás az a kulcs szó, ami összeköti ezt a programot és az egyesületet korábbi programjaival, meg az egyesület egyéb munkáival. A legfontosabb célja, projekt célja az a szemléletformálás, környezettudatos életmód, szemléletmód kialakítása, ehhez kapcsolódó viselkedés minták, jó gyakorlatok elterjesztése. Három alappillére van. Egyrészt a tájékozódás, tájékoztatás, a beszéd, beszélgetés, illetve az aktív cselekvés. Erre építenénk föl így ezt az egész programot. A programokat a 2021-es évben decemberig bonyolítják le. Létrehoznánk a szervezetünk honlapján egy ökológiai tudástárat. Az azt jelenti, hogy minden ehhez kapcsolódó hasznos információt próbálunk összegyűjteni egy helyen, hogy azok, akik e téma iránt érdeklődnek, ugye egy helyen el tudják olvasni. A másik, hogy szeretnénk Tolna nagyobb rendezvényeihez kapcsolódni, bízunk benne, hogy erre lehetőség lesz. Ugye meglátjuk. Így az év során, az év második felébe, közepén tervezzük, hogy akár a Tolnai Bárka Fesztiválon és a Városnapján is egy külön standdal, külön ökokuckóval, vagy még meglátjuk tervezés alatt, hogy szeretnénk megjelenni, tanácsadást lehet nálunk majd igénybe venni, szeretnénk előadókat meghívni, itt a Makházban is tervezünk egy ilyen nagyobb előadók bevonásával, bemutatóval egybekötött rendezvényt, ami reméljük, hogy így megvalósulhat. Ezen kívül fő célcsoportja még a pályázatnak a kiskorúak, gyerekek, általános iskolások, akiknek rajzpályázatot írunk ki, bízunk benne, hogy aktívan fognak részt venni. A pedagógusokkal együttműködve szeretnénk tartani nekik egy ilyen rövid korosztályuknak megfelelő bemutatást ebben a témában, és akkor ahhoz kapcsolódik ez a rajzpályázat, hogy aminek még így a címe nincs, de a témája az lenne, hogy hogy képzeli el egy kisgyerek azt a környezettudatos otthont, ahol ő élni szeretne. Ezen kívül egy helyi általános iskolás osztály ellátogathat majd a Paksi atomerőműbe, és abban is gondolkodnak, hogy olyan környékbeli vállalkozásokat hívnak meg egy-egy előadásra, akik az energiatakarékosság és a környezettudatosság szellemében működnek. Emellett az alapdolgokra is nagy hangsúlyt fektetnek. El kell zárni a csapót, ha fogat mosunk, ne folyóvízben mosogassunk, stb. Tehát, hogy az apróságoktól a nagyobbakig, tehát akár egy, hogy működik a, tehát az atomerőmű, ugye az is téma, hogy működik egy napkollektor, egy napelem, hol lehet ez ügyben tájékozódni olyan szakemberektől, akik ezt csinálják, gyakorlottak benne. De mindenképpen fontos szerintem, hogy azt az üzenetet is át tudjuk adni ezekkel, vagy ezzel a programmal, hogy nem csak nehéz, bonyolult dolgok kellenek ahhoz, hogy környezettudatosan működjön valaki, hanem nagyon pici, apró lépések is, ha megteszi ő otthon, a gyerekkel, egyedül, családdal, bármi, akkor már sokat tesz érte. Ha egy nap nem autóval megy, hanem biciklivel, ha ez zárja a csapot, ha egy héten mondjuk egy nap nem esznek húst, már például az is egy környezettudatos gondolkodásra val. Lehet, hogyha a program során kialakul egy olyan aktív közösség, ami nagyon jó lenne, akkor te elképzelhető, hogy bármilyen közösségi önkéntes akciót is ebben a témában szervezünk. Ahhoz mindenképp hozzájárulnánk, meg nyitottak is vagyunk rá. A fő cél a szemléletváltás, hogy a lakosok környezettudatosabban éljenek.